Jelszent Lászlón is, mint mindenütt az első és legfontosabb kérdés most a koronavírussal kapcsolatos aktualitások. A mai képviselőtestületi ülésen egyrészt egy információs csere zajlott, másrészt pedig bizonyos területeken döntéseket hoztunk, mert minket is legalább annyira érint, mint más településeket, a már meghozott döntések végrehajtásának az ellenőrzését is áttekintettük. Gyakorlatilag örömmel mondhatom, hogy nálunk jelen pillanatban még fertőzött nincs, és az egy a személy, aki karanténban volt, annak a karantén határozata is megszűnt, illetve hát a karantént feloldották. Ami a legfontosabb döntést jelenti, az jelen pillanatban a dolgozóknak a helyzete. Nagyon bizonytalan helyzet alakult ki az óvónők és a daduskák között, ezért a következő döntést hozta a képviselőtestület, hogy az óvodába is meg fogjuk szervezni a rendszeres online foglalkozásokat. Ez nyilván ad lehetőséget az óvónőknek arra, hogy a munkájukat végezzék, illetve rendelkeztünk arról is, hogy bizonyos mennyiségű szabadságokat ki fogunk adni, előre tekintve arra az időszakra, hogy amennyiben túl leszünk ezen a nagyon nehéz időszakon, és elindul az élet, elindulnak a gazdasági termelő egységek is, és a szülőknek adott esetben nyáron is el kell menni dolgozni, mert egyrészt az anyagiak, másrészt pedig a munka olyan, hogy kénytelenek lesznek munkával tölteni a nyarat, így a gyerekeket valószínűleg nem fogják tudni hova tenni, és valószínű, hogy mi nem fogunk nyári szünetben, nyári leállást tudni végrehajtani. Úgyhogy most végezzük el azokat a feladatokat, kisebb karbantartásokat, azokat a előre ütemezett foglalkozásokhoz, eszközök gyártását, illetve bizonyos tekintetben nagy fertőtlenítéseket is, ami ilyenkor elengedhetetlen. Így készülünk arra, hogy a szabadságokat nyáron nem tudjuk kiadni a dolgozóknak, így most kell valamennyit kivenni. Készülünk arra, meg döntöttünk abban, hogy amennyiben igény lesz rá a gyermek megőrzésre, az ügyelet keretein belül fognak a dolgozók sort keríteni, tehát az ügyeletet mellett meg fogjuk szervezni a rendszeres gyerekek őrzését is, foglalkoztatással való ellátását. A másik, tájékoztattam a képviselőtestületet, hogy a héten elindult az idősek otthoni ellátása. Itt egy picit azért a tévhitet el kell oszlatnom, hogy ez most nem arról szól, hogy mi fölássuk a kertet és megmetszük a fákat, erre most se idő, se kapacitása nincs az önkormányzatnak, viszont azok, akik igénylik, azok a 70 év fölötti lakosaink élhetnek azzal a lehetőséggel, hogy napi melegélelmet fogunk nekik vinni a déli órákban. Nagyon fontos, hogy egyszer eldobható, egyszer használatos edényekbe, ami a fertőzés szempontjából egy nagyon praktikus. Másrészt pedig a bevásárlást és a gyógyszerek beszerzését is segítjük neki. Itt szeretnék köszönetet mondani azoknak az önkénteseknek, akik segítik ezt a munkát. Döntés született abba is, hogy adott esetben, hogyha kiesés van, hogyha picit előrébb nagyobb lépcsőfokot fog lépni a koronavírus fertőzés, adott esetben elérve a kisebb településeket is, köztük esetleg reméljük nem így lesz bárhol is Jászszentlászlót, akkor kik azok a személyek, akik adott esetben ebbe az ellátásba be tudnak segíteni, fölmértük az erőforrásainkat, a humán erőforrásainkat. Meghallgattuk a szakvéleményét a házi orvosoknak, és örülünk neki, hogy per pillanat még nálunk ilyen probléma nincs, hogy fertőzöttünk lenne. A koronavírus járvány mellett azért nyilván másról is kellett döntenünk. Egy nagyon-nagyon fontos, hogy elfogadtuk a járda pályázatra a kiírásunkat, ami most már hagyomány, mert a negyedik éve írjuk ki a településen. Itt a lakóknak van lehetősége járda felújítás, járda építésnek a költségeit megpályázni. Nagyon remélem, hogy élni fognak vele. Eddig minden évben kimerítették az erre szokásos rendelkezésre álló keretet.
annyi változás van, hogy az eddigi kiírásokhoz képest, hogy nem lehet személyesen beadni, csak online, illetve postán lehet beadni. Abba is döntés született, hogy nálunk sajnálatos módon egy személyi változás is fog történni. E hónap végével a művelődés szervezőnk máshogy fog dolgozni, így nekünk az ő pótlásáról gondoskodni kell. Abban született döntés, hogy a beadott pályázatokat érvényesnek nyilvánítjuk, de döntést csak a járvány lecsengése után fogunk ebben hozni, hisz jelen pillanatban is a kulturális tevékenységek szünetelnek a művelődési házunk, vagy a közösségi szintérünk, az aranyás közösségi szintér zárva van. Önkormányzat tájékoztatta a képviselőket az önkormányzati hivatali, a közös hivatali dolgozóknak a munkarendjéről. Online dolgozunk, illetve home office-ban. Ettől függetlenül a pályázatok elszámolása folyamatos, a költségvetés figyelemmel kísérése folyamatos, és minden nap van ügyelet, hogyha esetleg a dolgozókat lakosok keresnék meg folyó problémáikkal. Döntés született abban, hogy a következő testületi ülésre előkészítjük a költségvetést úgy, hogy megnézzük, hogy mik azok a tartalékok, és kifejezetten a szociális segélyezésre egy alapot fogunk létrehozni, mert itt sajnos a baj nem jár egyedül, a madárinfluenza is fölütötte a fejét közvetlenül a környékünkön. Félünk, hogy ez még inkább megszorításokat hoz a lakosság felé, és a megélhetésük egyre problémásabb lesz. A hozzánk fordulóknak megpróbálunk segítséget nyújtani. Egy nagyon-nagyon fontos döntése volt, és egy szerintem bölcs döntése az önkormányzati testületnek, hogy mindenki látja, hogy az élelmiszerárak hogy szabadulnak el, és hogy növekszik napról napra a költsége az önkormányzati konyhának, illetve az alapszolgáltatásnak. Ennek ellenére úgy gondoltuk, hogy ebben a nehéz helyzetben nem kívánjuk tovább hárítani a ellátottak felé ezt a költségnövekményt, ezt az önkormányzat a tartalékaiból megpróbálja kigazdálkodni, és majd akkor, mikor már egy picit föllélegzünk ezután a borzalmas, nehéz napok után, akkor térünk vissza erre a úgymond térítési díjemelésre.